Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét innen a Zárt Café Fehérvártból, a Fehérvár Televízió szabadtéri stúdiójából. És hát, hogy ott az elmúlt napokban már foglalkoztunk vele, hamarosan megkezdődik a Székesfehérvári Királyi Napok, és ezen belül számos rendezvény, többek között erről is szót ejtünk ma. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Andor fesztivál igazgatót, hát akivel ugye egyértelműen a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválról fogunk most beszélgetni. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, aki köszöntöm a kedves nézőket. Mindig valami aktualitással indítunk, a mai napon kettő dolog is van. Egyrészt innen a szabadtéri stúdiónkból már jól látszik, hogy épül a Királyi Napok nyitó rendezvényének a helyszíne. Itt kezd magasodni a színpad, aki a belvárosban sétál, az látja ezt pontosan. Illetve hát már nálatok is itt nagyon-nagyon a finishbe fordultak az események, te is éppen a Mamutcai Táncházból jössz. Így van, és hogy mennyire nyüzsög így a finishbe, a célegyenesbe a táncházunk a Malom utca 6 szám alatt, azt mi sem bizonyítja, hogy körülbelül fél órával ezelőtt még mintegy 120-150 önkéntes, akik itt az elkövetkezendő 10 nap királyi napok programsorozatának bármelyik eleméhez kapcsolódóan önkéntes munkát végez egészen a középiskolás korosztálytól a nyugdíjas korosztályig. Ők 120-150-en részt vettek egy olyan tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatáson, ami a saját területükön esetleg előfordul. Nehogy nem fordul elő, biztos, így lesz. De legyenek felkészülve. Így van, legyenek felkészülve, és ez bizony így szabályos, így törvényes, és örömteli volt látni, hogy mindenki itt a nyár közepén a körülbelül 40 fokos hőségű terembe ott hallgatta végig ezt az oktatást teljes komolysággal. Az oktatás mellett volt különböző köszöntő, meg ilyen átadó, elismerői okleveleket is átadott a város polgármestere. Így van, dr. Cserpalkovics András ezt az alkalmat kihasználva szerette volna megköszönni az elmúlt hónapok, nyári hónapok Székesfehérvári programsorozatának jeleskedő önkénteseinek, és ezen belül pedig a 2016-os évben a Királyi Napok Nemzetközi Névtánc Fesztiválon kiemelkedő munkát végzett csoportoknak, illetve személyeknek. Én a saját házunk tájáról tudom, hogy Frösch Ádám az együttesben is táncoló, de a junior csoportban is aktívan résztvevő fiatalember kapta a tavalyi Királyi Napok Néptáncfesztivál munkáért a méltatást, illetve az Alba Régia Tánc együttes senior csoportja egyöntetűen, akik eddig is, az elmúlt években is, és ezután is rendelkezésére állnak ennek a programnak. Nem állunk el erről minden részletet, hiszen 19 órakor jelentkezik majd a híradó, ahol bizonyára beszámolnak majd erről a Fehérvár TV kollégái. Térjünk vissza egy kicsit a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválhoz, amely hát igazán nagykorú, több évtizedes múltra tekint vissza, és hogy sikerült ezt a színes tartalom kavalkádot, ami már a kezdetek óta jellemezteket megőrizni? Hát ez mindenképpen szükség van egy olyan közegre, aki befogadó és magának érzi ezt az egészet. Ahogy 22 évvel ezelőtt is Botos József, ennek a fesztiválnak a megálmodója, hogy mi volt az ötlet, az, hogy az Alba Régia Tánc Együttes a külföldi fesztiváljai útjai során irigykedtek arra, hogy egy városba, ahol legyen az egy kis falu, egy kis község, netán egy nagyváros, egy metropolis, mennyire magának érzi azt, hogy fesztivált szervezhetnek. Ez főleg egy kisebb közösségben jön ki jobban, és úgy látszik, hogy annyira kinőtte magát ezt, hogy tényleg, ezt már többször is elmondtuk talán, hogy Székesfehérvár, illetve a környező település lakosságai ehhez az eseményhez, esemény sorozathoz igazítják a nyári szünidejüket, nem csak az önkéntesek, hanem mint ide látogatók is, és szerencsére Székesfehérvár megyei jogú város is ebben már évtizedek óta aktív, együtt élő és támogató. Ugye ilyenkor Székesfehérváron táncol a világ, de ettől függetlenül megvan az egész rendezvénynek a családias jellege. Hát a családias jelleg ugye egyrészt amiatt, hogy vannak visszatérő csoportok, erre majd visszatérek, hogy amikor majd aktuális lesz. Kiket látunk még az ilyen ma estén, de családias lehet azért,
mert az ebben résztvevő táncosaink fehérvári részről, vagy önkénteseink áthagyományozzák ezt a titulust. Tehát gondolok arra, hogy egy régi albás táncos, mondjuk egy szenyor táncosnak a gyermeke, aki az Alba Régia felnőtt csoportjába táncol, annak a kisfia, a kislánya, aki már az utánpótlás csoportba táncol, és ez a három generáció egyöntetűen önkéntes munkát végez, és házigazdája a fesztiválnak. Egyrészt ezért családias, másrészt azért családias, mert itt van nekünk ez a tényleg 5 perc alatt mindenhova eljutható belvároson belüli csodálatos barokk belvárosunk, ezzel az új Zicsi központtal, mellette a táncház, a milliője, hogy nem kell kilométereket utaznia sem a nézőnek, sem pedig a külföldről több ezer kilométerre ide látogatóknak. Nagyon sok hagyományos programelem van, ugye vannak egyrészt a bemutatók, az előadások, most már évek óta vannak gyermekfoglalkozások, aztán a táncházban táncestek, folkvarázs, gasztronómiai utazás, mellette mindig-mindig készültök valami új dologgal, és vannak hagyományos elemek, hagyományosan népszerű elemek, például a felvonulás. Így van, hát nagyon nehéz minden évben teljesen új arculatot, megújulást mutatni. Nyilván ez nem is elvárás. Minden rendezvényben a jól működő elemeket igyekszik az ember egészen odáig megtartani, amíg maga a szervező nem un bele, és nem látja azt, hogy esetleg a közönség újításra vágyik. Azért az idejében is lesz egy kis csavar, de ami állandó és bejáratott elemünk természetesen a nyitó felvonulás, amit már jó 3 éve flashmobnak hívunk, amikor is itt ebben a prominens belvárosban az ikonszerű szobrok mellett egy-egy csoportot így lehuppantunk, és hirtelen a kis utcából előtörve 3 percben megmutatják, hogy kik ők, 3 percben megtáncoltatják a közönséget, és utána mennek tovább, tolva maguk előtt a következő csoportot. Igen, mert az a nem egyszerű feladat, aki már részt vett ilyen felvonuláson, az tudja, hogy az egy igazán bonyolult feladat, hogy tovább jussanak a tömegben. Hát igen, ehhez kell a technika, kell a polgárőrség, kellenek a felvonulást kísérő munkatársaink, aki mondja, hogy Bosznia elindult, jelentkez. Szóval nem olyan egyszerű ez a feladat. És az is már hagyomány, tényleg meg sem tudom mondani, hogy hányszor kérdeztem meg így az utolsó etapba tőled az elmúlt években, talán évtizedekben, hogy kik lesznek a fellépők, hiszen ez mindig így az utolsó pillanatban dől el. Igen, hát most egy kicsit a kulisszák mögé hívom a tisztelt közönséget, ugyanis ahogy véget ér az egyik fesztivál, már kezdődik a másik szervezése. Ez így történt nálunk is. Például november elején már érkeznek hozzánk a következő évre való regisztrációk. Ugye ez egy adatbázis, ami alapján minden együttes beküld magukról egy-két éves aktuális, legfrissebb képanyagot, videóanyagot, amely alapján mi szakmailag kiválasztjuk azt, hogy igen, ki jöjjön hozzánk. Nyilván prioritást élvez az, aki egyszer sem volt még nálunk, ilyen nagyon kevés van, illetve akik régebben voltak, szeretnék minél egzotikusabb csoportokkal színezni a fesztiválunkat. Történt ez így Mexikóval november elején, akik egészen április végéig úgy volt, hogy jönnek, és kiderült, hogy hát profán anyagi körülmények között nem tudtak ide utazni. Akkor egy B-verzió volt, egy nepáli csoportunk, akiket helyükre tudtuk rakni, és tényleg a Fejér megyei bevándorlási hivatal is nagy segítségünkre volt ezekben a... Ez nem gondolja az ember, hogy milyen szövevényes ügy, nem? Szövevény, tehát igen, komolyabb ez, mint ahogy az ember ezt látja a színpadról a végeredményt. Megkapták a bevándorlási engedélyt, de a nepáliak közvetlen katmandui német engedélye nem érkezett meg. Úgyhogy sajnos őrülök is le kellett mondani, de szerencsére van az országban számos olyan baráti, illetve szomszédos fesztivál, akikkel tudunk operálni. És hogy visszatérjek a kérdésekre, a 22. Királynapok Nemzetközi Fesztivál állandó vendége lesz Törökország, Bosznia-Hercegovina, Finnország, Rovaniemiből, Mikulás hazájából,
akkor jön hozzánk egy csoport Mallorcáról, akinek az az érdekessége, hogy 2012-ben voltak itt nálunk először, és még egy kuriózum, hogy az egyik fő táncosuk Tóth Tamás, aki magyar illetőségű, és ő keresett meg minket már januárban, hogy annyira tetszett nekik itt 2012-ben, hogy szeretné ismét ezt megosztani a csoporttal. Továbbá az orosz nyelvterületről vendégünk lesz Grúzia, egy ilyen 12-15 év közötti korosztály, mostanában azt szoktam mondani, hogy ilyen fehérvári pulutyka feelingű csoport, de halatlan felnőtt profizmussal, és a fesztiválunk közepéig, 15-ig estéig egy Szibériából jött orosz csoport, és 13-án, 14-én pedig itt a városunkban vendégeskedő kínai csoport fog fellépni a színpadon. Akkor az idei évben is igaz az a megállapítás, hogy tényleg Fehérváron fog táncolni a világ. Hát reméljük, hogy ez lesz a végeredmény. Ugye az is hagyomány, amit már említettem, hogy a nemzeteknek a kultúrájából, gasztronómiájából, mindenből tényleg ízelítőt kaphatnak a látogatók. A táncházban ilyenkor vannak a folkestek, a különböző bemutatók, ez idén is akkor így lesz. Így van, tehát nem csak, hogy a népi népzenéjük, néptánc kultúrájuk, hanem egy kicsit mélyebben a gyereki mi voltukba a színes népi gyerekjátékaik, sportvetélkedők, ezért ismét a programsorozat állandó részese lesz a 11 órától a Mátyás Király emlékműnél megrendezett királyi játéktér, ahol tényleg a csoportok azokat az ügyességi népi sportjátékaikat mutatják be, mint mondjuk Magyarországon egy kidobó, vagy egy ugróiskola, vagy fogócska, nyilván zeneszóra, vidáman, és nem csak gyerekeknek, hanem a kísérő apukáknak, anyukáknak. Mikorra érkeznek meg majd a csoportok? A csoportokat mindig a nyitónap előtt, idén ezt augusztus 12-én, vagyis szombaton, délután 4 óráig várjuk. Hát ahogy ugye többnyire repülőgéppel jönnek, ezt mi nem tudjuk irányítani, de ehhez alkalmazkodva visszük őket a szállásra, illetve megvacsoráztatjuk őket a Magyar Király szállóba, majd jönnek a táncházba, a rezidenciára egy welcome partyra, egy nulladik napra, ami a közönség előtt még tabu, de egy kis összerázó a külföldi résztvevőknek. Ugye folyamatosan kaphatunk ízelítőt a különböző tereken, szegletekben, az Icsi színpadon, de a kiemelkedő esemény sokak számára mégiscsak a gála. Így van, tehát a gála, ugye említettük a nyitó felvonulást, ezt követi majd egy nyitó gála is, ahol ilyen tartalomjegyzékszerűen augusztus 13-án este minden csoport bemutatkozik egy 10-10 percben, hogy a tisztelt közönség eldöntse, hogy na, melyik csoportnak, melyik külföldi együttesnek az önálló műsorát nézze meg, akár az Icsi színpadon, akár egy folkest keretében belül, amint említettél, ahol nem csak a táncaik, a zenéket mutatják meg, bevonják, animálják a közönséget, sőt, még kis kóstolókat is élvezhetnek a látogatók az adott náció gasztronómiájából. Aztán, akiket nagyon megszerettek, az árugálán el is búcsúztathatják őket. Így van, így van. Az árugálának lesz valami különlegessége? Hát, ilyenkor közösen tanultok valami koreográfiát, mi az, ami elárulható? Évtizedeken keresztül ugye próbálkoztunk azzal, hogy, és nagy sikere volt mindig, amikor egy-egy csoport, tehát volt egy közös koreográfia az Árugálán, amit testvérem Majoros Robi koreografált meg, csak annyira besűrűsödött a csoportok programja is, hogy az erre való készülés már igazából nem akartuk őket terhelni, de azért idén is fogunk egy közös kis durranást, amit nem szeretnék elárulni, meglepni a fehérvári közönséget a végén. Hát akkor azért idén sem marad el a meglepetés. Mennyi idő kell ilyenkor még az utolsó pillanatokban a próbákra? Egyáltalán hogy néz ki a napotokban időd aludni? Hát igen, most ilyenkor kezd az ember egy kicsit pszichésen átállni a fesztivál üzemmódra,
És ez most egy civilként, tehát nagyon nehéz ebben a meleg időszakban, például az otthonunkban, nehezen alszik az ember ilyenkor, és az agya, álmai, meg minden gondolata e körül jár, és a körül, hogy majd amikor kezdődik a fesztivál, hát akkor nem tud 3-4 óránál többet aludni, úgyhogy így fokozatosan tuningoljuk magunkat arra, hogy nekünk nem kell ennyi alvás. És ilyenkor nálatok mondjuk az egész család érintett is ebben, nem? Hát igen, a feleségemet kell megkérdezni, hogy ez mennyire... Mennyire nehéz, vagy nem. Hogyha egy dolgot kéne kiemelni, akkor mi lenne az, amit javasolna, hogy mindenképpen nézzenek meg, hogyha valaki szeretné megízlelni ezt a folkvarást? Hát én úgy gondolom, hogy az egyik újdonság lesz a 13-ai, tehát a nyitó gála utáni első folkestünk, ahol az egyik eddigi hagyományok szerint 1-2-3 külföldi csoport mutatkozott be önállóan. Most viszont egy folk jam keretén belül ezt a címet adtuk annak a partinak, ahol ugye megvolt a felvonulás, flashmob, a nyitó gála csoportoknak, és hogy ők is érezzék, ők is bulizhassanak civilként egymással, és ez nagyon fontos a mi fesztiválunkban a kezdetek óta, hogy a fesztivál résztvevői buli közben is találkozzanak egymással, és hogy a közönség is találkozzon a résztvevőkkel buli közben. Tehát magyarul azt a címet adhatnánk, hogy így buliztok ti, vagy így bulizunk mi, és ennek részese lehet a fehérvári közönség, aki ellátogat hozzánk 13-án 21:30-tól a táncházba. Minden együttes egy 20-30 percben elkezd muzsikálni, a táncosai táncra perdülnek, aki akar beáll, és ez tényleg egy hatalmas jambori, kötetlen jamborivá válik. Jó, hogy említetted az együtteseket, mert persze nyilván nagyon fontosak a táncosok, de azt is meg kell említeni, hogy minden zenekarral ilyenkor érkezik együttes, sőt, hát ugye a Malom utcában is a saját zenekarotok is fellép és szolgáltatják a talpalávalót. Így van, most ezen az estén a magyar csoportot kíméljük, ugyanis illetve nem kiméljük, mert augusztus 13, 14, 15, 16-án 4 napon keresztül a 13-án felavatásra kerülő új közösségi terünk, egy gyönyörű, szép, élhető, hátsó fészer. Erről már hallottunk tegnap egy kis ízelítőt. Hát, mert nagy öröm. Én nap mint nap látom, ahogy előtte, utána, hát biztos vagyok benne, hogy az időm nagy részét, amikor nem alszom, ott fogom tölteni, amikor nem dolgozom, és itt fog a magyar zenekar, a Galiba egy zenekar folk esteket, fészer bulikat szolgáltatni hajnalig, illetve egy alkalommal augusztus 16-án a szintén székesfehérvári Tilinkó zenekar lesz a buli csináló. Akkor mondhatjuk azt, hogy az biztos, hogy a jó hangulat rajtatok nem fog múlni. Az biztos, és a táncház minden szegletében lesz hangzavar, úgyhogy ezúton is elnézést kérünk a Malom utcai lakóktól, és várjuk őket nagy szeretettel a programrainkra. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. És hát természetesen, kedves nézőink, folyamatosan beszámolunk majd a Nemzetközi Néptánc Fesztivál programjairól, eseményeiről, a hagyományokhoz szűen élőben közvetíthetjük majd a nyitó és a záró gálát is. Hamarosan folytatjuk tovább a mai Art Cafét. A szertartás játék kerül a középpontba. Előtte jöjjön egy kis ízelítő az elmúlt évek hangulatából.
Folytatódik kulturális magazin műsorunk, az Zárt Café Fehérvár, és második felében adásunknak a koronázási szertartás játékról beszélgetünk, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a körünkben Trokán Nórát, valamint Trokán Péter színművészeket. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. A koronázási szertartás kapcsán ugye Trokán Péterrel már találkozhatott a nagy érdemű közönség itt Székesfehérváron, de hogyha jól tudom, és minden információm helyes, akkor a próbaidőszak alatt te is megízlelted ezt, hogy néz ki a koronázási szertartás játék akkor. Ez nem akkor volt, amikor az apu itt próbált, hanem két évvel ezelőtt itt forgattam Csákváron, és akkor itt laktunk az egyik hotelben, és akkor az egyik este kijöttünk ide kávézni, vagy beszélgetni, és akkor itt akkor volt a főpróba. És akkor kollégáimmal találkoztam, és picit belenézhettünk a próbának a menetébe. És tetszett? Igen, izgalmas, igen. Hát óriási színpad, vagy óriási nézőtér, szóval ez mindig izgi. Ízki, csak úgy, mint mondjuk a próba folyamat is, ami most egy ilyen elég intenzív szakaszába érkezett, hiszen hogyha jól tudom, akkor hétfőn kezdődtek meg az közös olvasópróbák, a szokásos hagyomány, az osztáriumnál a virágelhelyezés, és hát most gyakorlatilag látástól vakulásig dolgozik mindenki a stábban. Igen, van ennek egy kerete, van ennek egy formája az évek alatt, ami kialakult. A műszak is már pontosan tudja a dolgát, be van építve a színpad, amikor mi elkezdünk próbálni. A játéknak a kerete is hasonló, de azon belül aztán reméljük, hogy minden évben és idén is izgalmas újdonságokkal is fognak találkozni a nézők. Milyen volt első alkalommal idejönni a szertartás játékra? Az tényleg nagyon megható volt, ahogy a Szikora János neki készült ennek az egésznek, és ahogy beindította, és ahogy minket is rátett erre a sínre, hogy ahogy ő mondja, hogy színház is, meg nem is színház, több is, meg kevesebb is. És hát Fehérváron legendásan jó a közönség. Többször voltam már a közszínházban és előadáson, és érezhető a közönség részéről, hogy rajongva szeretik a színházukat. Ez pedig egy olyan különleges ajándék nekik a nyárra, hogy igyekszünk megfelelni ennek a nagy elvárásnak. Meg van akkor összehasonlítási alap is, hiszen a szertartási játék mondjuk nagyon sok változáson is átment. A liturgikus játékból egy kicsit most már egyre inkább a színjátszás felé alakult a történet. Meg hát a látvány és a mozgás, ami most a idén, most nem akarok elárulni minden titkot az előadásról, de idén lesznek benne olyan mozgásvariációk, amik eddig nem nagyon voltak, eddig inkább komplettebb táncbetétek voltak. Most egy csomó szituációt mozgásokkal fejeznek ki a kollégák, az artista képzőjét, a cirkusz művész kollégáink is. Itt vannak, most tényleg többet erről nem mondok. Mi az, ami mondjuk nehézséget jelent a próba folyamatok során, például az időjárás, az nyilván, nem? Igen, most egyelőre szerencsénk van, hogy jó idő van, bár az első nap azért elég hideg volt, és nem is készültünk olyan sok ruhával, úgyhogy itt fagyoskodtunk. De az talán a legkevesebb, ha belegondolunk, az egy színésznek, aki mondjuk dolgozik egy közszínházban, nem minden nap egy ekkora színpad és egy ekkora tér. Szóval itt egész más méretek vannak, és egészen másképp kell jelen lenni egy ilyen színpadon. Pici gesztusok kevésbé élnek meg, nyilván mikroport használat. Abban is egészen máshogyan kell beszélni, kicsit taggolt abban, hogy azért ne sikkadjanak el a szövegek, úgyhogy, és hát nyilván az idő szűke, tehát itt nincs idő arra, hogy hónapokig az ember kipróbáljon dolgokat, hanem itt egyszer megcsinál, az lesz. Azért ezért is olyan intenzív, talán ez a 8 nap, nem? Ami a próbákra jut. Igen, ez azért eléggé intenzív, de János nagyon képbe van, és nagyon tudja, hogy mit akar. Már rögtön az első rendelkező próbán megmondta, hogy ki honnan jön, hova megy, úgyhogy itt már mindenki tudja a dolgát. Ugye amikor az ember megkap egy ilyen szövegkönyvet, vagy egyáltalában egy felkérést, akkor gondolom, hogy elkezd utána nézni az adott történelmi kornak egy kicsit felkészülni. Mennyire érintett meg titeket Harmadik Béla király történetekkora, ez az aranykor, amit ugye most Szikora János átad a közönségnek ebben a darabban? Hát azért mindannyiunknak van bepótolnivalónk, legyünk őszinték, azért senki nem napra kész az Árpád-házi királyok történelméből,
De én azt hiszem, hogy manapság ez nagyon fontos, hogy amikor a magyarság tudatról sokat vitatkoznak, pró és kontra felhasználják valami mellett, vagy esetleg valami ellen, néha túlzásokba esnek, néha visszafogottabban, akkor nagyon jó, hogyha így megkeressük a történelmi tényeket, amiért még utána lehet menni, utána lehet keresni. Na ez nem a mi feladatunk elsősorban, hanem az íróké, a rendezőjé, de nagyon jó meglepetésekkel találkozni, hogy egy-egy királyunk, hát az általános iskolában vagy a középiskola első osztályában tanultunk utoljára erről, hogy valójában ugyanazokkal a problémákkal szembesült, amivel ma is szembesül a politika, hogy megpróbálják valahol valakik a hatalmat megszerezni, és azért hát mindenféle véres vagy rafinált politikai csatározásokon megy keresztül az ország, és ez nem változott az évezredek alatt. Egy ilyen viszont... Kicsit kevesebb a gyilkosság. Igen. Kevésbé viharvert idők vannak most. Ugye azt is tudhatjuk már, hiszen Szikora János ugye elárult, hogy Manuel bizánci császárt fogja majd Trokán Péter játszani, harmadik Béla feleségét pedig Annát pedig Trokán Nóra fogja majd alakítani. Mit árulhattok el ezekről a karakterekről egy kicsit a nézőknek? Az én karakterem abban különbözik, illetve az ő kapcsolatuk, hogy ez egy elég erős érzelmi alapokon nyugvó kapcsolat. Nagyon-nagyon szerették egymást, és igazán szerelmesek voltak egymásba, ami szerintem viszonylag egy királyi házaspárnál nem egy alapvetés. És beszélgettünk erről a Jánossal, hogy ugye nagyon sikeres volt az ő királysága, és hogy vajon ez hatással volt-e arra, hogy volt mellette egy nő, aki ezerrel támogatta őt, és mindentől megóvta, és szerette, és támasztotta. Biztos vagyok benne egyébként, hogy hatással volt rá ez, és ebbe a pár jelenetbe, amiben megjelenik ez a viszony, ebben nagyon szépen lehet érzékelni azt, hogy ők jobban rosszba kitartottak egymás mellett, és ez a nő, ez nagyon oda volt. És a császár? Hát még az ő kapcsolatukhoz annyit, hogy azért hát azt elárulhatjuk, ugye, hogy a Hétling Pistával családilag nagyon régi barátságban vagyunk, és a Nórát a Hétling a szószoros értelmében ringatta. Igen, ez nagyon furcsa nekem, igen, hogy szembeállok, hogy igen. És egy esküvő jelenet, vagy egy... Emlékszem a napra, amikor eljött meglátogatni a Nórit, a gyerekek, ahogy születtek, mindig eljött hozzánk meglátogatni, és emlékszem, hogy szószoros értelmében ringatta őt. Hát nekem ez a figura, ez a Manuel figura nagyon tetszik, és egy kicsit sajnálom is, hogy mindössze egy jelenetben van a darab elején, mert egy ízig-vérig modern figura. Egy olyan világ hatalmat irányít, ahol az információ gyűjtés az borzasztó fontos, és ő volt az, aki először, gondolom, de lehet, csak a dramaturgia szerint rendszerezte, nem tudom, hogy kitalálta-e, de irányította, rendszerezte az információ gyűjtést. Irgalmatlan mennyiségű embere volt erre, írnokok, futárok, akik mindig hozták a világ, vagy mondja a világ minden szegletéből, Bizáncba futottak a hírek, mindent tudtak a világról. Érdekes lehetett ez akkor, amikor az információ még gyalog járt, nem úgy, mint ma, hogy megnyomnak egy gombot, és akkor özönlik a hír áradat. De ő ezt nagyon komolyan megszervezte, és emellett egy olyan politikus volt, aki nem nagyon válogatott az eszközökben. És mindent megtette azért, ami az általa vért haladásért megtehető, és ez az információ gyűjtést ezt kifejezetten élvezte. Szóval olyan, mint hogyha azt mondja, Gutenberg nyomtatta a könyvet először. Tehát a Manuel lehetett az első ilyen szervergazda, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket ma, aki minden információt, cikket, hírt be tud gyűjteni. Összerakja, és akkor beteszi a politikába. Nagyon érdekes figura. Megérne egy egész színdarabot írni róla.
Azt mondjuk, most már egy kicsit itt a különböző családi kapcsolatokról szót ejtettünk meg a régi ismerettségekről, az segíti a munkát, hogy apa, lánya dolgozik együtt a színpadon, vagy hogyan alakul ez itt? Nincs közös jelenetünk, úgyhogy... De azt, hogy közösen részt vettek. Hát tudom, csak nyilván ez más, amikor van tényleges közös jelent is lenne, még sose dolgoztunk együtt, de én, nekem nem okoz ez. Annyira természetes, hogy nem is nagyon beszéltünk eddig róla, vagy valamelyik nap én kérdeztem, míg dolgoztunk, nem is emlékeztem, aztán rájöttem, hogy nem csak az Annával, másik lányunkkal voltunk egy közös castingon, szóval ennyi volt a közös, de ez annyira természetes, ezt már más kollégák is mondták, akik a saját gyerekükkel játszottak. Először, vagy másodszor, vagy nem hanyatszor, hogy az első 5 perc után ugyanolyan kolléga, mint a többi. És akkor nincs az, hogy apa oda megy és nézi, hogy mit csinál, segít, hát dehogy tippeket nem. Ad, de hát azért de tippeket megvan. Isten ments, dehogy nem? Adok, hát nem? Azért van itt a rendező. Isten ments, az az ő dolga. Hát persze ez egy kicsit jobban oda figyelek arra, hogy a Nóri mit csinál, akár nézőtéren ülök, akár színpadon vagyok. Ez természetes, de ez semmiféle plusz energiát nem jelent. Vagy jut idő a próbák szünetében legalább egy közös kávéra, vagy beszélgetésre? Hát együtt jövünk, együtt megyünk. Úgyhogy mi most Balatonról jöttünk éppen együtt. És hogy érzitek magatokat itt Székesfehérváron? Én nagyon szeretem ezt a várost. Én már mondom, 2 évvel ezelőtt, amikor forgattunk, én annyira élveztem az estéket. Az is nyár volt, és én nagyon meleg volt, iszonyú meleg volt akkor is, és viszont hihetetlenül jó hangulata volt az estéknek itt, tele volt a város, olyan volt, mint egy mediterrán városka, és én nagyon szeretek itt lenni. Akkor gondolom, hogy ön is szívesen tért vissza. Igen, én a színházban már játszottam is, és megtapasztaltam tényleg, hogy nagyon jó a közönség, szeretik a színházat, és itt az utcán meg azt tapasztalom, ha lehet ilyet mondani, hogy szeretik a városokat. Mert tele van ez a sétáló utca, és egy-két évtizeddel ezelőtt még sehol nem volt természetes ez. És ma olyan jó, hogy bármelyik vidéki városban megyek, vagy Szombathelyen, ahol az év nagy részét töltöm, ott is átalakították a tereket gyalogos térré, és az fantasztikusan jó, hogyha van egy tér, hogy az ember mindenfelől, bárhonnan jönnek, arcokat lát. Mert ugye, ahol nincs tér, csak járda van, ha járda, megyünk egymás mögött. Ott csak hátakat lát az ember, és néha szembe jövök. Itt pedig, ha körbenézek, akkor csupa-csupa szembenéző arcot látok, és ez nagyon klassz, ez nagyon-nagyon. Nem véletlen az olasz reneszánsz városokban kitalálták a tereket, azokat a tereket, amiket majd csodálunk, hogy ott mindig megfordult a város apraja nagyja minden nap. Hogyha már a közösséget, meg a közönséget is szóba hoztuk, akkor az is megfigyelhető, hogy itt hiába megy éjfélig a munka. Én szerintem nincs olyan pillanata a próbának, amikor ne lenne ott a korlát, hogy a sétány körül egy-két kíváncsiskodó szempár, nem? A próbák alatt. Igen, ez hozzátartozik a nyári szabadtéri játékokhoz. Ez Szegeden is nagyon jó pofa, amikor szünetbe együtt megyünk a sörözőbe inni egy üdítőt, akkor ott áll a félváros, meg akik jönnek, mennek. És... Mondjuk itt lakni, nem tudom, milyen lehet itt a színpad alatt, itt van egy-két lakás, az lehet, hogy éjfélkor már nem annyira jó hangulat. De egyébként nem volt még olyan, nekem nem volt, még nem hallottam olyat, aki azt mondta volna, hogy maradjunk csöndben. Az jelent egyébként valami pluszt, hogy mondjuk a nemzeti emlékhelyen történik mindez? Hogyne. Tehát, hogy ahol maga a történet is annak hogyne, idén. Hogyne, persze. Az egy gesztus a János részéről, hogy minden próbát, hogy kezdünk, hogy meg egy szálvirágot lehelyezünk az osztályunk kövére, és valóban tényleg az ember, hogy belegondol, hogy te úristen, hát lehet, hogy itt van a Mátyás király koponyája, vagy a feje. Igazán pontosan nem tudjuk, ez benne az izgalmas. De a történelem az könyörtelen, hogy feltúrták a sírokat mindenhol, aztán, hogy sikerült azt azonosítani, vagy sem, azt nem tudom, de nekünk, legalábbis nekem személy szerint nagyon fontos, hogy tudjam azt, hogy azokkal a királyokkal mi azért, ha bár egymást öldösték rendesen, mi milyen viszonyban vagyunk. És itt tényleg megérint az embert egy pillanatra annak a szele, hogy hát igen, itt volt a templom, itt volt a koronázó templom. Akkor jó volt megélni ezt a hagyományt.
Igen, nagyon, nagyon jó. Meg valóban nyilván az előadás alatt lesz ez még hatványozottabb, amikor majd úgy az energiák össze fognak sűrűsödni, és akkor biztos, hogy még jobban fogjuk érzékelni azt, hogy most itt vagyunk együtt nem tudom hány ezer emberrel, és akkor úgykor megidézhetők a királyok szellemei. Mondjuk érdekes, hogy pont harmadik Béla volt az, és az ő felesége, ugye Anna, akinek hát azonosították is a csontvázit, és ők valóban itt kerültek ugye eltemetésre. Úgyhogy most ez a párhuzam bizonyára megvan, és talán egy kicsit így hátborzongató is. És hát már most az is látszik itt, hogy ugye az egész szertartásjátéknak, sőt magának ennek a soknapos fesztivál sorozatnak, ami itt Székesfehérváron pénteken fog kezdődni, ilyen szerves részei az óriás bábok. A darabban is ez most majd ennyire ki fog jönni? Hát akkor jó barátok, már úgy tekintünk rájuk. Amikor először voltam, akkor még újak voltak. De akkor sem van benne valami barátságos ezekben a komor tekintetekben, mint hogyha úgy azt mondják, hogy jó van, itt vagyunk mi is, köszönjük, hogy benne vagyunk mi is a buliban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és további jó munkát kívánok, hiszen azt hiszem, hogy mentek tovább próbálni. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. És hogyha már említettük az óriás bábokat, akkor ismerjék meg azt is, hogy hogyan készültek. Először egy ilyen alsó ruházat. Ez egy ilyen olcsóbb molinó anyagból készül, és azért van, hogy ezeket a könnyű sejmeknek egy kis húst adjon, tehát ne csak ezek a bábok. Vagyis ez elnézést a technikai hibáért. A mai Art Caféban tehát foglalkoztunk a Királyi Napok Néptánc Fesztiválról, az odaérkező vendégeket is bemutattuk, és hát a koronázási szertartás játék is a középpontba került, amelyet majd augusztus 18-án és 19-én láthatnak majd a Nemzeti Emlékhelyen. Természetesen holnap is lesz majd Art Café, akkor viszont nem innen a szabadtéri stúdiónkból jelentkezünk, hanem a Szent Vendel utcába költözik vissza a stábunk. A vendégeink lesznek a Muzika Szakra események kapcsán, majd az ott közreműködők, és itt lesznek majd a fellépők, a szólisták, és nálunk a Art Café Fehérvárban. És engedjék meg, hogy néhány eseményre felhívja majd a figyelmüket, hiszen, ahogy azt említettük már műsorunk elején is, épül itt a megnyitónak a helyszíne, a szabadtéri színpad is, hiszen augusztus 11-én pénteken kezdetét veszi majd a Székesfehérvári Királyi Napok esemény sorozata a Városház téren 20 óra 30 perces kezdettel. Az ünnepélyes megnyitót a Fehérvár Televízió is élőben közvetíti majd, de az Zicsi színpadon szintén ezen a napon 21 óra 30 perctől felép majd a Hooligans zenekar is, és hát akkor lesz majd látható innentől kezdve a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvény sorozatának ideje alatt a Fény utca is, és ahogy azt már hallhatták itt a műsorunkban, számos új elemmel, interaktív
kreatív Fény utcával is várják majd az érdeklődőket. Én megköszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak itt az Art Café Fehérvárban. Hogyha tehetik, akkor nézzenek minket holnap is, 18 óra 5 perctől, tehát jelentkezünk majd a muzika szakrával. Akkor az lesz a témánk. Viszontlátásra!